Isti! Na szevasztok srácok, itt vagyunk a következő ASMR jellegű Gran Turismo gameplay videónkban. Race A, tehát az A versenyt fogjuk menni. A leírásban srácok megtaláltok egy linket, Eneba, tekintsetek meg, ők a fő szponzorja most jelenleg a csatornának. Nagyon jó áron vannak játékok, tényleg érdemes szétnézni. Én vettem egy játékot már, az Oblivion-t, és meg vagyok velük elégedve 100%-osan, tényleg jóval a normál piaci ár alatt vannak a játékok, csekkoljátok le, nézzetek körbe. Gyorsan megyünk egy ilyen qualifying time trial-t, ugye 2 perc 1-6 vége a legjobb időm jelen pillanatban, valószínűleg ezt most nem fogom megdönteni, de ennyi. Egy Mazda MX-5 Roadsterrel nyomjuk, vagy legalábbis valami olyasmivel. Gyönyörű. Megyünk egy ilyen qualifying time trial, csak azért nagyjából lássatok, hogy mi a pálya, hogy hogy nézünk ki, meg mit tudom én. Nem nehéz egyáltalán az egész pálya, hál' Istennek, tehát tök könnyen hozható. Azt, hogy mennyire vagyok versenyképes, az egy érdekes dolog. Egy versenyt mentem eddig egyébként az egész ben, és az olyan volt, hogy a hatodik helyre volt elég körülbelül ez az idő. És ennyi, és most 6. vagy 7. helyre körülbelül, és 5.-ként végeztem végül a versenyben. Egy verseny volt. Na most azt kell tudni, hogy az első hely is köztem 2 másodperc volt így a time trial-ba, tehát 1.59-et mentek a legjobbak. Mondom, ez most itt nem lesz megdöntve semmiképpen sem. Úgyhogy annyira sokkal nem vagyok lemaradva tőlük, de nem akar, én nem vagyok ez a nagyon durván időhajkurászós, hogy órákat öljek én, na ez most jó szar az ív is. Hogy órákat öljek én abba, hogy megtaláljam azt az 1-2 másodpercet. Van, amikor van ilyesmihez kedvem, de most így nincsen. Ezen a pályán már voltunk, csak este volt, és kicsikét más nyomvonal. Ehhez 600.000 nyomvonal van amúgy ez a pályához. Itt van egy sikán benne, ami elég trükkös, mert hogy... tehát, hogy... ha rárakod a rázókőre nagyon... ha rárakod a rázókőre, akkor nagyon ugrik az autó. Akkor barom nagyon ugrik az autó, és nem tűnik jónak. Eddig a legjobb alkalom, amikor átmentem időben ezen az egészen, az úgy volt, hogy átugrattam gyakorlatilag a rázókövön. Nem igazán tűnik nekem az úgy legitnek. És... nem javítottunk, rontottunk egy fél, hát majdnem egy egész másodpercet. De hogy így ez a pálya. Ez a pálya, srácok. Úgyhogy ezzel fogunk menni. 3 körös a verseny. Nyilván kiszámolható, hogy 2 perc, akkor általában 6 perces lesz körülbelül a verseny. Nyilvánvalóan BOP van, tehát Balance of Performance, mint az összes ilyen sportversenyen, ugye itt a Gran Turismo-ban. Rég volt már ilyen, tudom, nem tudom, tehát hogy így nem mindig van kedvem. Egyébként a livestreamnél, legutóbb volt, hát a legutóbbi Gran Turismo-s livestreamnél, megírtátok, hogy, és igazatok volt, hogy a gáz az nem ment föl teljesen. Tehát úgy van, srácok, nekem, hogy most 2 kontrollerem van PS-hez, van egy ilyen fehér, ez még a Corvin konzolból van. Tehát ez már, és akkor is már használtam, kaptam. Na ez olyan, hogy lenyomom teljesen a gázt, amúgy kicsit, mint hogyha lötyögné is, igen. Aha, mindegy. Tehát lenyomom teljesen a gázt, közben amúgy jelentkezünk már a versenyre. Ja, hogy azt mondjuk most fog majd tudni. Tehát lenyomom teljesen a gázt, akkor de nincsen teljes gáz lenyomva a játékban. Tehát a ravasz vége, második fele, az útjának a második fele, az valahogy nem érzékelődik, vagy valami ilyesmi. Szóval valami van ezzel a kontrollerre. Ennél meg tökéletes. Úgy képzeljétek, úgy mentem, vagy 5 kört itt a játékban, hogy így ezzel a gázzal. És átlátottam erre a kontrollerre, és így, ja, hogy 10 másodperc is volt benne. Aha, jó, köszönöm. Úgyhogy igazatok volt akkor. Egyébként egésznek volt a Tokyo Express Race South Outer Loop a pálya, 5.2 km hosszú. Aztán ennyi. Úgyhogy jelentkezünk a versenyre, és akkor a racséval folytatjuk. Eltelt az idő, 7. hely, megint. 1.59-es idő a legjobb idő, 2 perc 1-jel vagyunk ott a 7. helyen. Ez a 2 perc 1-en belül sok minden történik. Meglátjuk. Azt tudni kell, hogy azért eléggé lögdösős versenyek ezek. Látjátok, még mindig C-s driving osztályban vagyok, tehát nyilván akkor játszok ezzel, amikor látjátok is körülbelül.
Tehát nagyon ritkán van az, hogy, hogy én így külön magamtól följövök. Meg ritkán van is kezdem valahogy vele játszani. Na, sokszor van az, hogy fölnézek, és akkor olyan pálya van, amit én nem annyira szeretek, olyan autóval, vagy olyan pálya, amit szeretek, de olyan autóval, amit nem, vagy éppen fordítva. Úgyhogy így nézzünk ki. Na, a traction control-t azt azonnal rakjuk le nullára. És írjátok sokszor, hogy miért nem cserélek gumit. Még mindig nem lehet cserélni gumit, mint látjátok, tehát csak a sport van. És minden ugye BOP alatt van, ami sárga, tehát a fék erő elosztáson tudnék egyedül változtatni körülbelül, meg ugye ezt a traction control tudnám berakni. Hát lehetséges, hogy sokaknak az be van nyomva, nem tudom, én azt nem szerettem. ABS így is van egyébként a játékban nekem, pedig én egyébként annak sem vagyok hatalmas nagy híve, tehát például a Forza Horizonben, ami szintén nem egy szimulátor játék, ki van véve, de például az Assetto Corsa-ban úgy van beállítva, hogy factory, tehát hogy ami az valós autóban is gyárilag van, olyan ABS-szel működik a történet. Itt ilyen lehetőség sajnos nincsen, vagy be van kapcsolva, vagy nincs. Úgyhogy nekem az be van. Úgyhogy ezért van az, hogy lehet azért fékezni, gyakorlatilag satúféket lehet nyomni, és azért azzal azért sok időt lehet egyébként spórolni. Csak nekem még olyan fura, mert ugye mivel a Forza Horizonben nincsen ABS-em, így mindig félig nyom először a féket óvatosan, hogy itt le lehet tökig nyomni, és akkor se fog ugye meg is blokkolni a kerék. Na srácok, igyekszek azért jót menni, legalább jussunk föl. Ugyanannak mondom, aki esetleg nem látott ilyen videót, itt azért bőven nem, arról, nem az a lényeg, hogy megnyerd a versenyt, sőt, tehát hogy azért én itt tudom, hogy középmezőny az én pályám. Itt érdemes tudni, mi a te pályád, ez nem árkád verseny. Na hajrá! Lehet, hogy nem fogok sokat beszélni. Ezt nézzétek el nekem. Ez koncentrálós történet. Direkt fékeztem, hogy ebből én ki akartam maradni inkább. Ebből a történetből. Már tudtam, hogy valami lesz itt, hogyha nem. És még jól tettem, a fehér az jól kicsapta egyébként jobbra. Lassítanom kell. Nagyon fontos egyébként közel engedni az autódat a falakhoz. Azzal sokat lehet hozni. Kifékezzük. De szar az ív. És mégis jól jöttünk ki belőle. Hú de jó, hogy későn fékeztem. Gyerünk, harmadik hely. Hú de jó volt. Az ív az jó szar volt végül, csak az a baj, hogy én itt meg fogom szopni, mert nekem nincsen ugye szélárnyékom nekik, meg ugye én húzom. Úgyhogy ez most a hosszú egyenesben annyira nem poén. Gainelnek is folyamatosan. Talán annyira nem vészes egyébként, amit hoznak rajtam. Jó. Hozzáértem, ez szar volt. Na és most jön a sarkalatos pontja a versenyünknek. Meg is kapta a büntet a levágásért, azért van itt rajtam ennyire. Azt hiszem én is, hogy nem volt az túl izé legit. Első kettőre biztos, hogy nem fog tudni rámenni amúgy. De lassú, te jó Isten! Oké, okay. Jobb oldalt tartjuk, és onnan kezdjük meg. Lehet ezt volna szűkebben is venni. Jó. Egyre egyáltalán nem rossz a verseny, egyáltalán nem jó rossz. Rosszul lett bevéve.
És nagyon sokat hoz is rajtam, hát sokat nem, de hoz rajtam a csávó azért. Valamit elszart, mert 1-5. Ugye ott látjátok a különbséget egyébként fölöttem, vagy alattam, mennyire van tőlem a csávó. Valamit, lehet, hogy hozzáért a falhoz véletlenül, nem tudom mi történt. De tök közel volt, most már majdnem 2 másodperc a különbség, lemaradt. Ja nem, lehet, hogy most kellett, most volt a büntetés, jó. Ez későbbi kanyar csúcspont lesz amúgy. Oké. Okay. És utolsó kört kezdjük majd meg egyébként. Hát az ekkorát doba izé. És ott egy büntetés! Egy 5 másodperces, olyan látom! Még a második hely is meg lehet, srácok. Vagy lehet, hogy nem 5 másodperc, lehet, hogy az csak 3, nem tudom, de... Még az is meg lehet, gyerünk. Mögöttem 5 más... mögöttem büntetés, előttem büntetés. Így kell ezt csinálni. Szépen a saját tempónkat kell autózni. Ú, de rossz. Ez nagyon lassú volt. De mindig 2-3 mögöttem az autó, nagyon jó. Nagyon jó, csak szépen, finoman, nyugodtan. Amúgy nem is 5-10 másodperces büntetés? Hát azt hogy szedted össze, jó gyerek? És most miért megy ilyen lassan? Á, Martin. Legább húz nekem egy kis szélárnyékot, ha nem is sokat. 2-6, 2-5, most közelítenek hozzám, mögöttem. Az még túl sok, az nagyon nagy különbség ahhoz, hogy jó, hogy azt talán arra nem is nagyon hatásos a... Hoppá, nem baj. Tudom, ez nem elegáns így, ezt ki kéne kerülni, de hagyjuk. Na azt mondja, hogy srácok, második hely. Az első, az biztos nem ezek az 6 másodpercre van értelemszerűen. Most arra kell figyelnem, hogy ne vágjam oda véletlenül se a falnak, és jók vagyunk. And we are good to go. Még itt az a izé, jó messze van 4 másodpercre a mögöttem lévő, nagyon jó, szépen maradjon is le. Szépen én nem is akarok itt most izé. Nagy tempót bevinni. Szépen tényleg csak érjek be a célba most, ez a cél, ez az elképzelés. Hát ekkorát dob, de ez nagyon, nagyon durva ez a izé. Ez a sikán. Mert hogyha meg úgy akarod bevenni, hogy ne dobjon, tehát hogyha úgy akarod, hogy realisztikusabban akarod bevenni, akkor marha sok időt vesztesz. Mert többiek úgy dobják át rajta, mint a szar. Na hát srácok, második hely, mit akartok? És mentünk 2:19-2:18 volt a legjobb időnk, srácok. 2:19-2:18, hát az nagyjából olyan idő, amit egyébként megyek a... nyilvánvalóan az időmérőn is, tehát hogy nem volt fejlődés. De srácok, második hely! Mi van? És úgy, hogy nem kerültünk be semmiféle gebaszba, defenzíve mentünk, nem is tudom, hogy ütköztem-e, vagy jöttek-e nekem. Talán egy kisebb koccanás lehetett itottam ott, de nem voltam ludas semmiben, én azt gondolom. Ez egy clean race volt, és második hely, srácok, valami 5-ről? Dehogy is hetedik helyről, mert öt pozíciót jöttünk föl, és clean race ott van. Ennyi, srácok. Na erről van szó. Fú, de jó volt. Remélem, hogy élveztetek, srácok, hogyha szeretnék még ilyen ASMR jellegű Gran Turismo-t, akkor mindenki bírtok meg kommentben, jöhet az out. Ró, remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.